Kacsi, imád televízió stúdióban lenni, természetesen most is itt van velem. Nézd meg, Kacsi, gazdott egy autómat a kamera, ilyet még nem láttál soha életedben, így van. Nem büdös a szája, most rámásított. Szokott fogad most viccel? Fél óra alatt kaptam 300 darab messenger üzenetet, belinkelve egy cikket, ami arról szólt. Ott a mi nevünkkel, meg a képmásunkkal éltek vissza. Arról szólt, hogy én férges vagyok. Te legalább magas vérnyomásra küzdöttél. Végre összebújva a kettesbe filmeztünk a férjemmel. És egyszer csak pipi serej megszólalt, na, az Isten szólt. És már így nyúltam is a telefonomhoz, hogy mi az új hír. Elmebeteg módra megszállottak vagyunk, ami sokszor egy csomó mindennek a rovására megy, ad abszurdum az embernek a családi életének is a rovására mehet. Miért nem autózza a Kriszta? De béna vagyok, az ember tudja a kereteit. Sziasztok, kedves Blik nézők, ez itt a Címlap Story következő adása. Most kivételesen egyedül vagyok, de egy percig sem, már műsorvezetőileg, de egy percig sem gondolom azt, hogy egy unalmas beszélgetésünk lesz, mert két igazi, hadd használjam ezt a jelzőt, vérprofi televíziós a vendégem. Hadas Kriszta és Vábi András, az ATV riporter, főszerkesztő, szerkesztő és műsorvezetője. Gyakorlatilag a heti naplónak minden esély vagytok, azért ezt mondhatjuk. Én nem, az András. Hát de azért szerintem elég rendesen ott vagy most már te is témákkal, és én biztos vagyok abban, hogy azért segítesz a tartalmi részt is az Andrásnak összerakni. Erről majd beszélünk, de szerintem egy szerkesztőségben a túlzott demokrácia, az most tetszik vagy nem tetszik, nem feltétlenül eredményes. Tehát mindenki hozza a témáit, de a végső szót az András hozza meg. Aztán lehet vele veszekedni, én szoktam is. Én néha tegnap győzködterek ugye egy témával, az még nem játszottuk le. De az a lényeg, hogy egy csapatban elfogadjuk, hogy ő az, aki kimondja a végső szót. A végső szó nálam van. Tehát tényleg sokat vitázunk témákról, meg én nagy téma szóró vagyok, tehát én nekem mindenről eszembe jut egy téma, bármiről tényleg, és van is egy külön témacsetünk, ahova ezeket mindig bedobjuk a témákat. Mi az aztán utolsó pillanat, amikor még elküldesz egy témát a nap folyamán? Tehát este 11-kor is küldesz még témákat? Ne viccelj, éjjel is. Tehát én rettenetesen rossz alvó vagyok, illetve hektikusan alszom, mert vagy tudok aludni, vagy nem tudok. Hogyha nem tudok, akkor lehet, hogy egész éjszaka nem tudok. Ez nem valamiféle betegség, hanem valamint pörög az agya, ami nem tudok aludni, akkor nézek valamit az interneten, amiről eszembe jut valami, és akkor én ezt azonnal bedobom. És mindig abban reménykedek, hogy a többieknek is éjszakai üzemmódban van a telefonja. Igen, ebben reménykedik. De ez nem így van, ugye? És, mert hogy én megtanítottam a telefonomat arra, hogy este 10 és hajnali, mit tudom én, 6 vagy 7, nem de tudom nem között. Használod, fogadjuk, de nem használod, használod? De az, hogy nekem ne csipogjon, de az a családom védelmében használom, mert nem akarom, hogy a párom, Andika vagy egy gyerek, amikor velünk van, akkor azt hallja, hogy 5 percenként vagy 5 másodperceként csipog a telefonom. Tehát nekem be van állítva, és azt kérem mindenkitől, hogy tegye éjszakai üzemmódba a telefonját, és akkor nem fogja zavarni az én hülyeségem. Figyelj, ez úgy van, hogyha netalántán nem nézem egy este, mert elmegyünk színház utána vacsorázni, aztán azt elvárom, lefekszem. Hogy ilyen 10-12 órán belül megnézzék azt, amit az ember ír, ugye erre tök jó lehetőség. Milyen jó, hogy még ilyen hosszú színház előadása. És akkor várjál, és akkor nem nézem meg este, és reggel fölkelek, és 7-kor 102 darab. 102 darab feldolgozatlan üzenet. De ez nem mind a 102 tőlem származik, hanem ugye ebből mindig, vannak éjszaka ébrenlévők, meg a Trutko is rajta van ezen a cseten, aki Hawaii-ból, vagy most nem tudom, hol a Francban, a Kaliforniában. A Floridában van, de minden esetre van egy 12 órás időeltolódás, és emiatt ő éjszaka bagoly, mármint hogy az neki nem éjszaka nekünk. Tehát, hogy ha senki nincs a cseten, mert mindenki alszik, akkor a Trutko ott van, tehát hogy vele el tudok. Ez azért csodálatos, mert ezt a beszélgetést most külön ki fogjuk menteni, kiteszem egy falra a vezérlőnkben, és ezt mindig le fogom játszani, hogyha a kollégám azt mondja, hogy miért este 7-kor írsz? Jó? 7-kor. Szerintem ez nálunk alap, tehát, hogy mi nem irodisták vagyunk, és reggel 5-kor is, ha valaki föl kell, nem tud aludni, pörgeti a telefonját, beküld egy témajavaslatot, vagy ír valamit, vagy a színházi élményét megosztja akár, vagy a mozit, de emlékszem, hogy nem olyan rég, végre összebújva a kettesbe filmeztünk a férjemmel. Jó.
Csak közben rámutattál az Andrásra. Azért mondom, nem, a férjemmel, és egyszer csak pipi, 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 és egy megszólal, na, az Isten szólt. És már így nyúltam is a telefonomhoz, hogy mi az új hír. Amikor volt most néhány hete az a hatalmas karambol, amikor összement 40 homokviharos karambol. És ez pénteken volt, jól emlékszem? Azt hiszem, igen. Pénteken, szombat délutánig kicserélték az adást. Tehát, hogy gyorsabban reagált, pedig ez egy heti műsor, gyorsabban reagáltunk szinte, mint egy híradó. Tehát, hogy annyira szenvedélyes az egész csapat, és ennek nyilván nem nyalizásból mondom, de mindig fejétől bűzlik, vagy nem bűzlik a hal. Tehát, ha ő nem lenne ilyen vadászkutya, meg nem pörögne, akkor az ember úgy hamarabb belekényelmesülne. Igen, meg lehetne nyugisan, hiszen akkor is jó műsort tudnánk csinálni, hogyha nem reagálnánk ennyire az aktualitásokra. De én annyira emlékszem, még a TV2-nél dolgoztam, és jó sok évvel ezelőtt, és akkor jött egy külföldi kutatócég, amelyik a magyar tévézési szokásokat értékelte, illetve elemezte meg kutatta. Bocs, egy csipesz van a kezedben, András, jól látom. Meg akartam nektek köszönni, hogy olyan jó fejek vagytok, hogy ide készítettetek nekem egy facsipeszt. Itt volt az asztal, mint hogyha ismernétek, hogy én állandóan szeretek valamit a kezemben matatni és forgatni, és azóta így megörült. Mondom, biztos, hogy... Tessék, adok helyett egy briket inkább, persze, nincs jobb dolog. Nekem ugye itt a csésző. Jó, az is jó, az is jó. És egyébként... Én mindig matatós vagyok. Látom, ez eddig jól megy. Kriszta egy 2 perccel előtted érkezett, és azonnal leült, és föllapozta mai Blikket. Tehát azért ezt a hír addikciót, ezt látom. Mi a véleményetek Lajcsiról, mert ugye ő van a pénteki Blik címlapján. Milyen adó van Lajcsi kezében? Ugye arról a hírről nagyon sokat beszéltünk, és nagyon sokan kattintották a blik.hu-n is, hogy bizony a másodfokú ítélet szerint mégis be kell menni, illetve nem kap halasztás Lajcsi az egészségi állapota miatt. Be kell menni. A törvényszék nincs, több kibúvó galambos Lajosnak börtönbe kell vonni. Nekem erről van egy történetem. Amikor a Stolnak volt a jogerős bírósági ítélete, tehát a másodfokon ugye akkor kimondták, hogy börtönbe kell menni, akkor nagyon sokan oda mentünk a tárgyalásra, és azt szerettük volna, hogy de jó lenne, hogyha a barátai, emlékszem, ott volt a Törőcsik Mari szegény élet, a Bodrogi Gyulával együtt mentek, kézen nagyon sokan kézzel, nagyon cukik voltak, és nagyon sokan, és mindenki azt szerette volna, hogy szegény Stolbuci Andiska ne menjen börtönbe, hiszen borzalmas, amit tett, de hát ő mégsem egy bűnöző, meg ne nézzünk már rá. És egy fantasztikus bírónő volt a tanácsvezető bíró. Tényleg, nem tudok rá más szót mondani, én még ilyen bölcs emberrel nagyon ritkán találkoztam életemben, és meghozta az ítéletet, hogy felolvasta az ítéletet, ugye ami arról szólt, hogy a Stolnak be kell menni a börtönbe. És utána megindokolta. És az indoklásban az volt, hogy azért kell bemenni a Stol Andrásnak börtönbe, hogy utána kijöjjön, és utána szembe tudjon nézni az emberekkel. És én nem akarom bántani Lajcsit, soha semmi problémánk nem volt egymással. De azt gondolom, hogy ő most már abban a stádiumban van, amikor el kell fogadnia az ítéletet, be kell mennie, pusztán azért, hogy utána, amikor kijön, az lehet, hogy másfél év, két év, itt vannak így a negyedelések, harmadolások, nem tudom, jó magaviselet, stb. És tehát nem egy kibír, nagyon szörnyű lehet, de nem azt gondolom, hogy egy kibírhatatlan időszak, tehát nem 5-10 évre kell bemenni, ami teljesen más tészta. Igen, kell menni, hogy utána szembe tudjon nézni az emberekkel, és egy új életet tudjon kezdeni, és ugyanúgy, mint a Stol Andris, hogy gyakorlatilag elfelejtették neki az embereket. Meg hát ugye a törvények nem fogják neki elfelejteni, hogyha meg akarja úszni. A törvények mindenkire vonatkoznak, illetve kivéve akire nem ebben az országban, de azért rá is. Abszolút. Persze, persze. Egyébként Zalat Nécini pont ugyanezt mondta, aki szintén megjárta a börtönt abban a székben, ahol te ülsz, igen. Tehát, hogy... Ebben a székben járta meg a börtönt. Nem, természetesen nem. Kicsit most a címlap miatt előre szaladtunk, de az első két hír az mindig a címlapsztori vendégeiről szól, és mindig válogattunk régebbi vagy frissebb blik.hu-s rólatok szóló hírekről. Na, Krisztával kezdem, és szerintem ezt szeretni fogod, ezt a hírt. Moldovában forgatott menekült családokkal Hadas Kriszta
a díjnyertes dokumentumfilmet. De jó, nem valami bulvár. Nem. Vagy unokám született, vagy ez van. De arról már is fogsz beszélni. Az nem bulvár, az örömség. Igen, az örömség. Hogy ugye Moldovából Németországban menekülő ukránokkal töltöttél. Hány napot töltöttél velük? Hát először megérkeztünk a Mold Expo-ra, és ott, mert ezt nem lehetett előre szervezni, az ember azt gondolja, hogy 2 hétig idegbeteg voltam, először vonaton akartuk menni, de aztán megérkeztünk a Mold Expo-ra, tehát az ottani expo-ra. Az volt a legnagyobb befogadó hely, tehát hogy az éjszaka sok százan aludtak, ilyen függönyen elválasztott krecnikbe. És hát ilyenkor mit csinál a riporter? Ott kezd el megismerkedni emberekkel. És én ott ismerkedtem meg 2 hölgyel, 3 gyerekkel, akik mind a ketten Harkivval, 2 család Harkivból menekült. Igen. És aztán ismerkedtem meg 2 egyetemistával, és így tovább, és így tovább, és akkor őket kezdtük el követni, mert ugye egy riportnak fontos, hogy legyenek főszereplői, valódi főszereplői, akikkel érzelmileg azonosulnak is sorsot, történelmi sorsot embereken keresztül lehet bemutatni. És akkor kiderült, hogy onnan indulnak egy német alapítvány, indít ingyen menekült kvázi járatokat, buszokat Németország különböző városaiba. És akkor mi de felsírtuk magunkat szó szerint. Azt nyilatkoztad, hogy az volt a legfájóbb neked, hogy a traumatizált gyerekek 1,5 évestől a nagykamaszig a gyötrelmes úton végig csendben ültek. Fú, nagyon kemény volt. Egyről hadas nem volt csendben, mert 4 óránként hívott telefonon, hogy most mi történt, hova megy. Még éjszaka is beszéltünk. Igen. De ez nagyon kemény lehet, nem? Tehát nagyon, ezt emberileg... Aki már utazott gyerekkel, az tudja, hogy fél óra múlva elkezdenek kiabálni, mikor érünk már oda, ilyes vagyok, pisilni kell, ezt kell csinálni, azt kell csinálni. És ezek a gyerekek ilyen kataton állapotban láthatóan a traumáikat, mert tényleg bombázásokból menekültek, egy szál bőröndel dolgozták föl. Én ilyen csendes gyerekeket még életemben nem láttam, és valóban azért hívogattalak. Mert te mindig stresszben vagy, amikor különleges helyszínen forgatsz. Ugye, amikor nem különleges, akkor is, de amikor különlegesen, amikor végképp, és akkor mindig azon izgul, hogy meg tud-e felelni annak az elvárásnak, amit akár én, vagy akár később a nézők támasztanak vele szembe. Tehát a hadas így ennyi évtized után is egy kifejezetten stresszelős, hát ez az ő titka tulajdonképpen, hogy soha semmit nem vesz félváról, és nem képes rá. Még azt se veszi félváról, amit éppenséggel félváról verne, mert kis ujjából ki tudná rázni, tehát ezekre nem hajlandó. De volt egy nagyon erős erkölcsi agályom, mégpedig az, hogy itt mi elképesztő kiszolgáltatottságot láttunk, aminek egy részét meg sem mutattam. Tehát amikor már 48 órája ülnek kamaszlányok, nem akarom, el tudjuk képzelni, felfordul a gyomra egy csomó embernek, a gyerekek sírnak, nem tudják tartani a vizeletüket, stb., hogy azt éreztem, hogy kezd öncélúvá válni. Tehát, hogy most már mindent megmutattunk, még jönne 48 óra nyomor, és hogy van-e nekem jogom ezt mutatni. Mert hogy ők kiszolgáltatottak, nekik én a nyugati nő vagyok, elmondtuk, hogy kik vagyunk és mit csinálunk, de szerintem igazából fel sem fogták, és én emlékszem, azért hívogattalak, hogy András, szerintem az lenne a becsületes dolog, ami nem egy hiéna szellem, hogy szálljak el, és akkor erre mit mondott? Hadikutya, rád bízom. De végül nem szálltál, csak egy leszállt. És jó döntés hozott, mert ugye azt is mondtam neki, amikor beszéltünk, hogyha leszállsz itt Budapesten, akkor ez azért jó, mert onnantól kezdve folytatható ez a történet, hogy mi lesz belőlük. Lehet, hogy nem most, vagy idén, vagy jövőre, hanem mit tudom, akár 3-4 év múlva, mert lehet, hogy ezekből orvosok, nagyon komoly németországi, vagy spanyolországi, vagy bármilyen EU-s országban lévő munkavállalói lesznek, és egy önálló életet kezdtek. Aztán nem tudjuk, hogy van, aki visszament, van, aki ott maradt. És én nekem utána hetekig ilyen poszttraumás sokkom volt. Tehát akkor te nem tudod magad függetleníteni a témától. Mondjuk nem. Ez a jön a babában nem is tudjuk, látjuk, hogy nagyon... Nem tudjuk, tehát hogy mi annyira benne élünk hétről hétre abban, amit benne dolgozunk, hogy mindenki egy hétig, legalább egy hétig nyakig benne van. Jó, ezt csak így lehet csinálni, ezt a szakmát szerintem. Hát én valakiket évek óta. Igen. Mindenki nagyon beleéli magát. Megszállottak vagyunk, szerintem ez a szó. Nem látszik. Nagyon elmebeteg módra megszállottak vagyunk, ami sokszor egy csomó mindennek a rovására megy, ad abszurdum az embernek a családi életének is a rovására mehet, mert ugye nagyon sokszor azt látja belőlünk a párunk, hogy
hogy miért fogod a telefonod, miért nem, és tudod, egy idő után... A páromnak is mutatom ezt a videórészt. Mondd kérlek, tovább egy idő után, ezt mindent meg lehet érteni, megértem az ő gondolkodását is, csak azt nagyon nehéz megérteni valakinek, hogy amikor én nem közvetlenül a szakmai munkámhoz kapcsolódó dolgokat nézek, akkor is valahogy egy kicsit töltődök. És pont azon gondolkodom, hogy mivel lehetne, hogyan lehetne a műsort még jobbá tenni. És például, amikor bemegyek vasárnap a szerkesztőségbe, én soha nem vagyok utolsó pillanatban érkező, pedig elég régóta vagyok én három is ebben a szakmában. Háromkor, most vasárnap is ott voltam. És általában nem háromkor, általában ilyen fél kettő körül mindig tehát hogy közvetlenül ebéd után, ha egyáltalán ebédelek, nem nagyon sokszor nem is ebédelek vasárnap, akkor én már ott vagyok, és elkezdem nézegetni a netet, a híreket, mi volt, hogy volt, és nagyon sokáig még nem is azon gondolkodom, hogy miket fogok mondani a történetek előtt, hanem így egyszerűen akklimatizálódom. Hát persze. Van rólad egy nagyon jó hírünk. Nem nagyon jó hír, ez nem igaz, hogy jó hír, de hogy még a COVID idején írtuk, illetve nyilatkoztad egy Blik TV-s videóban, hogy Karcsika, a kutyátok szagolta ki a párodnak a koronavírusát, és hogy... De ő megmondta, hogy a szájával, hogy koronavírusos? Nem. Izgult Karcsika. Aki itt van egyébként a stúdióban. Bár tudjuk, hogy tud beszélni itt Karcsika. A Karcsi imád televíziós stúdióból lenni, természetesen most is itt van velem, és imád televíziós pultokon körülni. Na mostantól fog megugrani a nézettség. Egyből tudja, hogy mi a dolga, megszagolt a facsipert, és ide jött menne. És heti napos rendkívül... nyakörve is van. Van, azt kaptam ettől, ez egy magyar cég, amelyik ilyen szép nyakörveket gyárt, és egyszer csak jött borítékban mindenféle megrendelés. Nekünk is küldhetett volna. Édesem. Naposoknak, hogy tudja, miket a Karcsival ilyen elképesztő szimbiózisban él az én kis családom, Andika a párom, Milán a kisfiam, meg én, és olyan dolgokat is tulajdonítunk neki, vagy olyan tulajdonságokat is felruházunk, amik nem biztos, hogy benne vannak, de mi annyira belelátjuk, hogy azt gondoljuk, hogy igen. De amikor a Covid-nak a sötét korszakában, amikor mindenki retteget, és mindenki azt gondolta, hogy itt a világ vége, és az utcán fogunk meghalni, akkor amikor... Azt hiszem, az Andi volt előbb covidos, és nem, igen, ő volt igen, előbb, ő és volt amikor az első tünetek megjelenése előtt hajnalban ráugrott az Andi mellkasára, és én nagyon meretten nézte percekig közelre. De lehet, hogy csak éhes volt, nem? Nem olyan kajamániás, ő nagyon keveset eszik, és azt tehát is... Tehát máshogy viselkedett, mint összekolt, ez valami tisztán olyan volt, hogy ő... És akkor még mondta is az Andi, hogy úristen, lehet, hogy covidos vagyok, mondta, de hogy már adja, és délutánra pozitív lett a teszt. Nem büdös a szája, most rámásított. Szokott fogadni most, viccelsz? Tényleg? Hát persze. Hát van neki saját fogkefélye, meg kutyafogkrém. De nem hát ti mossát, mi ott... Nem ő magán, nem úgy értem, hanem, hogy vannak olyan kaják, tudod, amit... Székre. Van olyan is, de azt nem annyira. Nem, időnként a... És akkor ez ugye a párom az gyerekorvos, úgyhogy ő mindent komolyan vesz, a kutya higiéniát is nagyon komolyan veszi. Ő például havonta van féreghajtva, csomó olyan dolgot megcsinálunk vele, amit egy átlag kutyával nem. És, hát, és a fogmosás is, nem azt mondom, hogy a napi, de szinte a... Szerintem megvan a szalagcím. Svábiék naponta mossák Karcsi fogát. De, légy szíves, de ez legyen nem, a szalagcím. A világ egyetlen kutya műsorvezetőjének fogát, mert ugye úgyis szokta az András apostrofálni. Tálalt. Igen. Karcsika, nagyon segélyes, mutasd a kamerát. Köszönöm, jaj, de hogy nem nekem kellett mondani, hogy azért a kamera érzéke. Jó, lehet, igen, hogy még... Mert ő nem szokott hozzá az automata kamerákhoz, de meg Karcsika az ott egy automata kamera, ilyet még nem láttál soha életedben, így van. Igen, most megnézte a Total kamerát. Igen, most megnézte a Total. Tényleg nincs zavarban egyébként, az én kutyám már biztos megőrült volna. Tök exhibicionista. Nagyon. Figyelj! És teljesen másképpen viselkedik stúdió környezetben, mint az életben. Az életben, és sokan nem gondolják róla, hogy kifejezetten bunkó tud lenni. Ugat, harap, még van olyan kollégám. Berec Petit is megharapta, meg egyszer engem is megkapott. Meg egyszer a kertész meg az ATV-nek a kertjébe, egy nekiugrott szegénynek, és de szóval nagyon érdekes. Nagyon rendben van. Igen.
jöjjön pár olyan hír, amit nagyon sokan kattintottak a blikk.hu-n a héten. Leteszem a Karcsikát, jó? Tedd ennyi elég volt. Szia Karcsik, azért még Karcsika, most nem te voltál főszereplő. Most megint leesik a nézettség. Megyve. Szevasz, azért majd még lehet, hogy kicsit később azt azért mondjuk el, hogy voltunk, egy naplós könyvet írtunk, és volt egy dedikálás, és megkérdezted egy, hát egy embertől, aki jött minket dedikálni, vagy jött tőlünk dedikációt kérni, hogy ki a kedvenc naplós riportere, és rávágta Karcsika. És kérem, mondtuk, hogy nem naplós szereplője vagy, aki minden, nem, ő neki a riportere Karcsika. Mondtam, de jó, hogy ennyit tanultunk. Elő is kaptam a telefonom, ne ragadjon, mondja már eszem még egyszer, ki a kedvenc naplós riportere? Karcsika, úgyhogy nem is raktuk valami TikTokra azonnal, mert ez... Ennyit ér a munkánk. De azt például rendszeresen megkapom az utcán, itt ott, amott, hogy megyek, és az a Karcsika hol van? Nem mondom, éppen nincs velem, azt mondja, pedig ő a kedvenc van napon. Na szép. Köszönöm, nagyon kedves volt. Jöjjenek most olyan hírek, amit nagyon sokan kattintottak a blikk.hu-n a héten. Hideg zuhanyként ért a vevőt, 21-en laktak az árverésen megszerzett házban. Embertelen állapotok, egy vagyonba kerül a takarítás, fotók. Ez a Gomba nevű Pest vármegyei településen történt. 21 ember lakott bent abban a házban, amit árverésen megvett az az úriember, aki megkereste a blikket ezzel a történettel. Most már nem laknak ott, ki kellett takarítani a házat, de hogy a tulajdonos féltette ezeket az embereket, és igazából azt szerintem a lényege a történetnek, hogy nem érti azt, hogy ez hogy történhet meg Magyarországon, hogy ez nem tűnik fel a hatóságoknak. Igen, pont ezt akartam mondani, mert ugye olvastam, hogy gyerekek és maga tetetlen idős emberek laktak ott, hogy hol van ilyenkor a gyerekvédelem, meg miért működik, vagy működünk sokan úgy, én nem tartozom ezek közé, szerintem András se, hogy nem az én problémám, nem szólok bele, ez az ő családi ügyük, kit érdekel, nekem csak a bajom lesz, majd mehetek tanúskodni, ugyanez van a családon belüli erőszak témákkal is, hogy hallom, hogy valaki ver valakit a szomszédban, de nem szólok, sír a gyerek, de nem szólok, mert akkor majd csak én járhatok tanúskodni, és szerintem igenis nekünk társadalmi felelősségünk ilyenkor szólni, segíteni gyerekeken például. Igen, tehát hogy hol voltak a szomszédok, hol voltak azok, akik erről tudtak, vagy hol volt a körzeti megbízott, aki Gomba nem egy kis település, de nem is egy nagyváros. Tehát, hogy éppenséggel ott biztos, hogy van önálló körzeti megbízott. Hát meg egy miért nem lépett ez eddig, és miért nem, gondolom, itt voltak állatok is, tehát állatvédelem, gyermekek, gyermekvédelem, meg higiénia, tehát, hogy itt azért lépni kellett volna. Máskor meg úgy szakítanak ki nevelőszülőktől gyerekeket, akik imádják a nagy nevelőszüleiket, hogy azt sem mondják nekik, hogy szevasz. Egyébként emlékszel, életem talán első ilyen igazi sikeres riportja volt, még az Objektívben, amikor, és hát ennek volt, már 25 éve, hogy egy kisfiú olyan elhanyagoltságban élt, hogy kutyák az udvaron, a kutyák nevelték. Négy évnek kellett eltelnie, mire a gyerekvédelem felfigyelt, szomszédok mindent tudtak, és a kisfiú nem tudott két lábon járni, és konkrétan morgott, megugatott, mint egy kutya. És 4 év telt el, jött egy új védőnő, és az fedezte föl. És ez megtörtént Magyarországon, és azt gondolom, hogy manapság is megtörténik. Nagyon durva. Úristen. Nem, ez most teljesen sokkolt ez a hír, hogy amikor egy ilyennel foglalkoztok, akkor megértem, hogy ez hónapokra akár a gondolataitokat megtölti, és csak ezzel tudtok foglalkozni. Én nem bírom ezt a nem a mi problémánk, ne szóljunk nem, vele. És szerintetek mentalitás. Mondjuk nyugodtabbra más a helyzet? Vagy abszolút. Más, hogy... Én azt gondolom, tényleg. Aha. Tényleg, tehát hogy nem kell messzire menni, tehát Ausztriában én azt gondolom, hogy egy ilyen kis Bécs környéki településen elfogadhatatlan, és tényleg a közösség lépett volna annak. Arányaiban biztos. Valószínűleg kevesebb hasonló történet van. És most egy kis más, ahogy szokták mondani, megint jött egy kis drágulás a kutakon. Ezt csütörtökön írtuk, hogy péntektől ismét jön a drágulás. Én pedig mikor tankoltam tele az autómat? Hát pont ma reggel, és észre is vettem, igen. Szemmel látható áremelkedés volt. Igen, ugye a benzinára péntek reggel óta 613, átlagosan literenként a dízelé pedig csak 585, ami egészen meglepő, hogy a dízel, igen, az olcsó. Fura, mert pont fordítva szokott lenni.
Én ezt különben nem értem, hogy mikor, miért olcsóbb a dízel, és miért drágább a benzin, és fordítva. Tehát, hogy ez számomra az egész követhetetlen. Én ehhez a témához nem tudok hozzászólni. Ezt akartam mondani, én vagyok a száguldó riporter, akinek nincs jogosítványa és kocsia, majd ha a BKV bérlet emelkedik, akkor szóljatok. Oké, okay. Következő hírünk, drágulnak a BKV-k, nem. Követhetetlen. Szerintem nincs ember, aki értené, még az energia szakértők se feltétlenül, hogy mikor, miért, mennyivel, hogyan emelkedik az üzemanyagnak az ára. Ez egy faktum, el kell fogadnunk így, most éppen ennyi. Miért nem? Miért nem autózol, Kriszta? De béna vagyok. Az ember tudja a kereteit, tehát, hogy... Szerintem jobban járunk, hogyha nem vezet autózás. De tényleg, szerintem is. Tehát egy igazi antitalentum vagyok. De ez nem ilyen gyakorlat teszi a mestertípusú dolog, hogyha az ember próbálkozik, csinálja, lehet, akkor... Lehet, hogyha próbálkoztam volna, de figyú, ha megyek vidékre, akkor vagy stábautóval megyek, vagy családi autóval, és a férjem vezet. Egyébként én tök jól el vagyok Budapesten BKV-val, nézem az embereket, ők is néznek engem, beszélgetünk. Ebben nem olyan rossz a budapesti tömegközlekedés. Én nagyon szeretem, lehet használni, igen. Főleg amikor nincs összehányva, de hogy egyébként én szeretem, és az egy olyan idő, amikor akár tudok a metrón olvasni híreket. Ezzel nincs bajom. Emlékszel, egyszer elmentünk gokártozni, még nagyon-nagyon régen egy csapatépítő keretében. Még a TV2-ben volt, még a TV2-ben, és volt egy vadonatúj kabátot, fáztam, és odaadtad nekem egy tök drága vadiúj kabátod, és 5 perc óra eltéptem a rally közben. Igen, emlékszem, nagyon mérges voltam. És mindennek neki mentem, és mondtam, hogy én többet nem. Jó, hát ami nem megy, ezt nem kell előtetni, ezt aláírom. A szegény édesem, aki már meghalt 4 évvel ezelőtt, az volt hasonló, mint a Hadas, hogy eszágában nem volt megtanulni vezetni, nem volt hajlandó vezetni, de azért mégis ott motoszkált benne, hogy hát azért mégis csak elkezdeni, és beiratkozott szegényként vezetni. A keresztvizsgálat hibátlanul lehetett, mert ilyen tanulós fajta volt, de aztán jött a gyakorlat, és képzeld el, hogy az oktató, aki előtte egy idős ember volt, és azt mondta neki, hogy hölgyem, nem fogom tudni megtanítani vezetni. Tényleg, én eddig mindenkit meg tudtam tanítani, hogy nem fogom, nem tudom megtanítani vezetni, visszaadom az engedélyemet, de nem fog menni. És adja akkor abba. Ezt elfogadta anyukád? Ő nagyon személyes támadásnak vett, még azt hiszem elment egy másikhoz is, ott is felsült, és akkor végül is abba hagyta az egészet. Édesem. Egyébként én az anyósülésről nagyon jól tudom osztani az észt, és tájékozódni, remekül tájékozódom. Csak ezek van, akinek ez fel kell. Jó, hát a koordinál, azért jó az automata kocsi, ezt ajánlom. Nyilván meg tudtam volna tanulni, ha nagyon akarok, de nem akartam nagyon. Jöjjön a következő hír. 9. emeleti lakásuk erkélyére zárta ki a szülőjét egy kisgyermek Zalaegerszegen. Ezt nagyon sokan olvasták a héten nálunk. Lehet, hogy megérdemelt. Igen. És hogy egy ilyen jó kis emelő darúval kellett utána kiszabadítani azt a kedves szülőt, aki hát kizáródott volt. De gondolom ez véletlen volt. Természetes. Hát legalábbis gondolom, hogy véletlen, erről nem szól. Ja, a jó, látod, én meg nem mondtam, hogy az... Tehát véletlen zárták, jó? Igen, jó, igen, jó. Igen. Hogy igazából csak azért dobtam fel ezt a hírt, hogy veletek volt már valamilyen hasonló bénabaki? Én, csak hogy fölvezessem a témát, egyszer -4 fokban nyitottam ki a postásnak az ajtót, hozott egy ajánlótlevelet, és kívül ilyen gomb volt a régi ajtómon, amit ugye hát csak kulcsal lehetett kinyitni. Lacika pongyolában, egyszer alsógatyában kilépett a -2-be, aláírtam az ajánlótlevelet, és így becsapódott az ajtó. És egy 27 perc volt, mire a negyedik szomszédtól egy olyan kulcsot tudtam szerezni, mivel be tudtam menni. Mondjuk én egy ilyen helyzetben, hogyha ne adj Isten, valahogy kizáródik a gyerekem az erkélye. De ne, a gyerek zárt. A 9. emeletről zártak ki a szülőjét, aki azt hittem, hogy egy gyerek zár, mert én már rosszul voltam a hírtól, hogy ott van egy gyerek. Nem, szülő maradt ki. Hát akkor figyelj, akkor nagyon egyszerűen berúgom az ajtót. Tehát, hogy én biztos, hogy nem várom meg a tűzoltóknak az érkezését. Svábi fandám. Hát azonnal. És azonnal elkezdek azon aggódni, hogy mit fog csinálni a kisgyerek benne a lakásban egyedül. Tehát én biztos, hogy berontok a lakásba. Hát, egyébként velünk ez előfordult. Mi rendszeresen kizártuk magunkat, hogy egy idő után tartottunk a szomszédnál kulcsot. Amikor gyerekek voltunk, Csehszlovákiába jártunk síelni a Papgergővel, Papgergőik családjával. És ott a Gergő egyszer a szállodaszobába bezárta magát, és nem tudta kinyitni. És emlékszem, hogy a szülei
a párkányon, a másik szobából másztak át, a jeges párkányon, hogy be tudjanak menni. Hát ilyen van. Ilyenek vannak. András, ti még soha nem zártátok ki magatokat, bemagatokat, autókulcs, autó bezáródik, az nekem rémálom. Ugye az érdekes, hogy amit szerintem így gondolnak rólam az emberek, hogy én mennyire flegma vagyok, ezzel szemben én egy elég pedáns figura vagyok. Igen. És egy ilyet tehát nálam szinte elképzelhetetlennek tartom, hogy kizárjam magam vagy másokat, mert az ilyenekre odafigyelek. Úgyhogy most hirtelen erre nincs is saját történetem, mert sok mindenben nagyon pedáns tudok. Az András egy annyira ilyen rendmániás, akkor utoljára voltunk nálad forgatni a stábbal, és Sár volt, úgy morogtál ránk, hogy az ajtóba azonnal rúgjuk le a cipőnket, mert bevisszük a sarat. De jó, ez mondjuk hozzáteszem, hogy igazad volt. Igen, különleges saras idő. A kutyának is mindig, hogyha kimegy a kertbe, és vissza, mindig megmosuk. De neki van kutya kiárat az enyémnek, és beadná a felmondását, hogyha az ja, ő akkor megy, amikor akar. Persze, ne tudjátok meg, hogy néz ki a lakás. Erről most nem is szeretném erről beszélni. Erről én is tudok mesélni. Ez szörnyű. Nálunk lábmosás van, de ez hozzátartozik, hogy én nem mindig voltam ennyire rendmániás, mert ugye az más a pedánság, meg a rendmánia. De azért nekem ott van Andika, az én párom, aki gyerekorvos, ráadásul kórházi, intenzíves gyerekorvos, tehát hogy ő azért extrémül figyel arra, hogy minden rendben legyen, meg higiénikus legyen, például a karcsikának a lába is, úgyhogy ezt egy kicsit így átvettem tőle ezt a szokást. Nem olyan rossz különben. Beutalnám hozzád a férjemet, valamint Andihoz. Én kicsit meg magamat. Éljenek két hétig együtt, és akkor lehet, hogy az én férjem is ilyen lenne. De egyébként ez jó, ha van tisztaságban, és szevasz vérem. Következő hírünk a különböző internetes átverésekről szól. Szigeti Ferencet is megtalálták a csalók, ugye a Kártágó zenészét. A cikkünk így néz ki, menjen meg a jóbüdös be. Igen, olvastam. Igen, OTP nevével éltek vissza a csalók. Nem, de hanem P-be különben. Ügyes volt egyébként, igen. Nagyon ügyes igen, volt. Igen, hogy már, igen. Már ugye elcsípte, hogy hogy akarják őt átverni. Hány embert? Igen, igen, bankkártya adatokat kérnek, na azt nem szabad megadni. És amikor ugye rájött a csaló, hogy ez nem fog menni, akkor tehát Szigeti Ferencet küldte el oda. Igen, igen, bűdösben. Én olvastam a cikket. Igen, hogy szörnyűek ezek igen. Az emberek, és ugye ennek van nagyon egy... sokat foglalkoztunk már ezzel, meg nyilván fogunk is, hogy egyszerűen nem lehet elégszer elmondani, hogy ettől függetlenül, hogy a Szigeti okosan csinálta, és még tök jó, hogy ezt el is mondta nektek, és ezáltal egy publicitása van ennek, hogy nem szabad minden hülyeségnek felülni, hogyha megkerestek Etiópiából, hogy tiéd a legnagyobb örökség, meg az aranybánya, meg nem tudom én micsoda a világ, akkor ne higgyük el, könyörgöm, ne higgyük el, és mégis mindig lesz, aki elhív. Édesapám, a kanadai, az ő fiam a kanadai bankelnök írt. Én megnéztem a Google-ben, megnéztem a fotóját, és ő az. Na képzeljétek el, mind a ketten áldozatai voltunk egy meg ilyennek. Meg vannak ezek a Tinder csalók, meg, tehát hogy, de várjál, hogy elképesztő mondjam el, profik, hogy mind a ketten elképesztő profik. Voltunk ennek áldozatai az Andrással. Én egyszer... nem így, hanem másféleképpen. Igen, kinyitottam a telefonomat, és egyszer csak fél óra alatt kaptam 300 darab üzenet, messenger üzenetet, belinkelve egy cikket, ami arról szólt. Ott a mi nevünkkel, meg a két másunkkal éltek vissza. Arról szólt, hogy én férges vagyok. Te legalább magas vérnyomásra küzdöttél. Úristen. De nekem a férgesség jutott, és oda volt téve az arcom, és egy ilyen szar Google fordítóval csináltak egy cikket, és hogy mennyi betegségnek az okozója a fejem mellett ilyen kis férgek is mentek, és hogy ezt és ezt a gyógyszert, készítményt ajánlom, mert ezzel űztem ki magamból a férgeket, szerintem biztos szárított teveszar volt benne, és figyelj, fél óra alatt 300-an írtak, hogy Krisztina, de jó, én is ugyanezzel de a betegséggel, így, és megrendelt, csak a figyelmet. Ne, internetes hirdetésekben volt az én arcom is, a Hadasé is, mert Friderikusz, azóta Merkeli, nekem azt mondom, magas vérnyomáson, de volt, akinek impotenciája volt, mert nem tudom, hogy kinek is. Én a férgességgel éltem. És Jakubcseknek is volt valami probléma. Édesanyámnak hát valami fogyasztószere volt. Visszaéltek, és persze. Akkor mi rászálltunk erre a témára. Bizony. Felgöngyölítettük elképesztő. Címmel, romániai címmel. Az én saját emberi méltóságom, meg a képmásommal való vissza, az tulajdonképpen ebből a történetből kit érdekel. Tehát nem ez érdekli a nézőket. Az érdekelheti a nézőket, hogy megvesznek egy olyan gyógyszert, vagy egy olyan szert, ami
egy olyan kapszulát, amiben véletlenül legjobb esetben semmi nincsen, de rosszabbik esetben lehet, hogy valami olyan dolog van benne, ami kifejezetten ártalmas az egészségükre. És ennek a darabja mondjuk kerül még 8-10 ezer forintba, vagy 3 doboz, mert ugye soha nem egyet adnak egybe a 3-ot, 8-10 ezer forintba, és erre azt mondja a rendőrség, mit mond a rendőrség, nem túl nagy értékű dolog ez, hát a 8-10 ezer forint. De hogyha eladnak belőle 1 millió darabot, akkor az nem olyan nehéz kiszámolni, hogy itt már milliárdokról, 100 milliókról vagy milliárdokról van szó, és folyamatosan használják, legutóbb Merkeli Bélának a nevét használták valami kutya fülének az eladására. Én feljelentést tettem. És amíg ezt nem veszi komolyan a magyar rendőrség, addig ezzel vissza fognak. Mindannyian ugye feljelentést tettünk, én is a saját ügyember külön feljelentést tettem, és ha jól emlékszem, lezárták ismeretlen tettes ellen, akkor mondtam, hogy hát ember, itt van a romániai telephely, ami nyilván aztán eltűnik egy hónap múlva. De nem a romániai telephely, én forgattam azt az anyagot, hogy abszolút képbe vagyok. Voltak benne a romániai helyszínek is, meg még ukrajnai, de az ugye nehéz felkutatni. De megtaláltuk a disztribútor céget Budapesten. Budapesten, te mondtad az előbb, hogy Pécel határában, Most szeretném elmondani, nincs közöm hozzá, tényleg semmi. És tényleg kösz a fotókat, amit használtunk. És megtaláltuk, még felvételeket is készítettünk róla, sőt, egy benn dolgozó, nem mondom el a beosztását, egy benn dolgozó, aki a szortírozásban részt vett, belső fotókat adott, hogy ott vannak ezek a kamugyógyszerek, ládaszám, meg raklapszám. Ezek a cikkek újra és újra előkerülnek, igen. Tehát az, hogy megjelent egy cikk, és akkor utána másik 5. Egy picit más képpel, ugyanúgy Hadas Kriszta férges, és akkor még 5 cikk. Nagyon kemény. Ez nagyon kemény. De egyébként András, a te neveddel egyszer, ha jól emlékszem, ilyen 2019 körül is visszaéltek, valami Facebook profil jelent meg, aki társkeresett a figyelj, nevedben? Azzal én már nem is foglalkozom. Tehát az, nem tudom, én tenyérbe mászó képem lehet, vagy nem tudom, hogy hogyan kellett. Igen. Hogy nagyon, tehát figyelj, az én fotómmal a Facebookon, meg az Instán legalább 8-10, én már ezzel nem is érdekel. Tehát, hogy igen, visszaélnek vele, én kutya, jó aranyos kis kutyás, izét csávó, és külföldiek, és ilyen Tinder csalásokban részletik. Végére egy kis bulvár, jó? De csak olyan finoman, mert nem vagytok olyan nagyon bulvár arcok, tehát nem akarunk ide való világot meg és nagy bulvár fogyasztók se vagy. Bármi jöhet. Ki sztárban sztár? A nagy riválisotok, jó? Aki ugye a TV2-n, vagy ami ugye a TV2-n ment veletek egy időben, majdnem veletek egy időben. Showblogger Barbara kitálalt, miután második lett a sztárban sztárban, Gubik Petrának is üzent, nagyon sokan olvassák ezt a cikket. Két olyan embertől kérdezed, akik egyetlen egy részt sem láttak, mert hogy... Nem szoktátok nézni a sztárban sztárt? Hát ott akkor megy a műsorunk, tudod. Hát utóbb már olyan televíziós környezet van, hogy utólag is meg lehet nézni. Néha beletekertem. Igen, tehát van olyan. De beletekertem, és egyébként elájultam a Gubik Petrának. A Gubik Petra fantasztikus, mert ugye korábban ismerem a Petrát, és elképesztő hangja van. Szinte borítékolni lehetett, hogyha ő elindul egy ilyen, nevezzük versenynek, vagy műsornak, akkor egyszerűen nem lehet, hogy ne végezze az első helyen. Barbarával kapcsolatban kicsit zavarba vagyok, mert én se követtem annyira az eseményeket, tehát annyira nem vagyok. Csodálatos, fantasztikus. Nekem az alázatuk tetszett nagyon. És azt gondolom, hogy ez egy jó formátum, egy jó műsor. Nekünk a pekünk volt, hogy ugye a heti naplóval szembe megy, de hál' Istennek nekünk azért van egy nagyon hűséges törzs közönségünk, mindig meg szoktad osztani a nézettségi kimutatásokat. És de hát ugye, amikor a Starban Starnak az utolsó áramadása van, akkor azt már mi is megérezzük, de egy Starban Star soha nem tart az idők végezeteig, napló pedig addig van a Földön, hát ameddig mi vagyunk. Hát meg alnát a körtével, hogy lehet összehasonlítani, teljesen más, de tényleg minden elismerésem, mert olyan alázattal és profizmussal, meg tehetséggel, hogy én örülök annak, ha a televízióban vannak, mutatunk olyan embereket, akik abszolút méltó módon vannak ott. Tehát, és azért kerültek oda, mert rohadt tehetségesek, és sokat dolgoznak. Igen, ebben igazatok van. Visszatérve a heti napló és az ilyen nagy formátum műsoroknak, hogy az egyik készül
több 100 millió forintból is, nem is tudom megbecsülni, de tényleg nem, tehát több 100 millió forintról beszélünk per epizód. És vele szemben pedig ott a heti napló, a mi kis csipet csapatunk az ATV-nek a képernyőjén, ami egy nagyon szerethető és tényleg a szívünk csücske csatorna, de egy értelemszerűen mi nem a töredékéből, hanem a morzsáiból gazdálkodunk annak, mint amennyiből egy ilyen, és ahhoz képest, hogy mi helytállunk és tudunk hozni egy ilyen tényleg nagyon szép nézettséget, az tényleg azt gondolom, hogy maga a csoda kategória, és ez nekünk egy ilyen heti büszkeség. Mi ilyen hosszú távfutók vagyunk. Igen. Tehát, hogy nekünk télen, nem arról nyáron, szól az karácsonykor, életünk, húsvétkor, hogy akkor most egyszer vagy két hónapig kell egy nagyot dobni. Mikor van a reklámköltés, mikor nincs. Igen. Mi minden hétvégén. 30 éve. Olyan hétvége nincsen, amikor ne lenne. És ez mondjuk nem csak most, hanem ezt mi már 30 éve toljuk ezt. Mivel mi is vasárnapi adás vagyunk, akkor egy nagyon rövid kis tartalomjegyzéket mondjatok nekünk a most vasárnapi heti naplóból. Természetesen folytatjuk ezt az amerikai nagykövetnek a sajtótájékoztatást, hogy most kitiltották a King Banknak apostrofált ezt a úgynevezett KGST Banknak, hogy most abból kiléptünk, ehhez kapcsolatos lesz a kérdés is. Kriszt, amiről forgatsz? Igen, várom. És mondjad te! Nekem ez egy régi álmom, imádom a Padlás című musicalt, én eddig 5-ször láttam különböző gyerekekkel, és most 35 éves a Padlás. És erről készítek. Már aki ér az első szereposztás, az eredeti és a mostani, és ott a kulisszák mögött imádtam csinálni. Nekem van ezen a témacseten egy szabály, hogy nem szabad stoppolni a témákat. Igen, de ezt valaki én hoztam. A lótúrót én tettem be, és te azonnal stoppoltad, de én akarom beszélni, hogy én nekem milyen kötő... Nem, én milyen tettem kötő... be. Nem, majd meg vissza. A lombkoronát is én tettem be, és azt például nem is én csináltam. Milyen szép lombkorona van. De a padlást azt én tettem be, és azonnal, és akkor még mondtam is, hogy ott nincsen témastoppolás, mert az mindig... Tényleg olyan akartam, de ő azonnal lestoppolta magának, azt én akarom csinálni a padlást. Na most ehhez képest, ugye 14 perc, ugye utolsó anyag 14 perc lehet. Felvettem körülbelül egy ilyen 60 perces dokumentumfilmhez elegendő, mert annyira imádtam, és ma ott fogok ülni. De akkor, annyira nehéz kivágni belőle, nem? Örjöngeni, hogy mi, hogy csinálom meg? És de jó, és más, és akkor lesz még, György Gabi csinál. Róka szelidítőt, van egy, különben nekem a kedvenc állat, az egyik kedvenc állatom a róka, imádom a rókákat, nagyon szimpatikus állatoknak tartom, úgyhogy most lesz egy ilyen róka szelidítő figura, és a többi pedig legyen meglepetés. Legyen így, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, még nem engedünk el titeket egy nagyon picit, még játszunk egyet, jó? Jó. Úgy aggódom ilyenkor, hogy mondják azt, hogy jó, mert ha azt mondják, hogy nem, akkor nem lesz. Nem, nem minden játékot szeretek, amivel fel lehet sülni. Próbáld egyébként hagyjad már cickáját. Na, ezt majd mindjárt el fogjátok mondani. Köszönjük nem szépen, kedves Blikknézők, a figyelmet. Ez volt a Címlapsztori. Szerdán jövünk a Címlapsztori Extrával, addig ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, a Facebookon is kövessetek minket, olvassátok a blik.hu-t, a Blikket, meg persze a TikTokunkat is nézzétek. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. Sziasztok!